Török Mihály vezérőr nagy díszemle parancsnoka jelentem. Magyar Népköztársaság fegyveres erőinek díszegységei díszszemlére felsorakoztak. Jó napot, elvtársak! Megye egyik kis községében, Homokmégyen, kora reggel gyülekeztek már a falubeliek, hogy útjukra bocsássák sorozásra kerülő fiaikat. A kalocsai kiegészítő parancsnokságon a beszélgetések és az orvosi vizsgálat után dőlt el, ki alkalmas katonai szolgálatra. A homokmégyi fiatalok beváltak. Az ő tiszteletükre járják a táncot. Ünnepi köntösbe öltözött június 29-én Győr város főtere, ahol sorkatonai szolgálatukra bevonuló fiatalok sorakoztak fel a néphadsereg első országos bevonulási ünnepségére. Az elnökségben ott voltak a Hazafias Népfront országos tanácsának és Győr-Sopron megye párt állami és társadalmi szervezeteinek képviselői, valamint meghívott szovjet katona vendégek. Kovács Pál vezérőrnagy ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy az ifjú ember életének értékes időszaka a katonai szolgálat. Ezért minden fiatal öntudatosan álljon a dolgozó nép hatalmát, hazánkat, szocialista, internacionalista eszménket szimbolizáló csapatzászló alá. Az ünnepség felejthetetlen színfoltja volt, amikor Bieber László közelmúltban leszerelt sorőrmester, a már katona viselt fiatalok nevében átadta fegyverét István öccsének. Majd a három katonafiút felnevelő édesanya szólt a bevonulókhoz és a hozzátartozókhoz. Az úttörő fiatalok virággal köszöntötték az újdonsült katona bácsikat, akik egyelőre még elég lazarettben vonultak el hozzátartozóiktól kísérve szolgálati helyükre, új otthonukba. A magyar néphadseregben a katonák kiképzése a korszerű harc követelményeinek megfelelően történik, s ez nehéz feladatokat, technikai és fizikai követelményeket állít a bevonult fiatalok elé. Kiképzési rendszerünk biztosítja, hogy minden katona elsajátítsa azt a tudásanyagot, amelyre egy adott helyzetben szüksége lehet. A kötelező sorkatonai szolgálat az 1960-as években 2 év volt. Ez a 70-es évek végén másfél évre, az előfelvételis egyetemistáknál, a katonai szlengben táposoknál 1 évre csökkent. Voltak persze lógósok, azaz kummantósok, akik megpróbáltak kibújni a katonaság alól. Sokan depresszióra, skizofréniára, sérvre vagy egyéb betegségre hivatkozva hamis papírokkal érték el, hogy kiszuperálják őket a seregből. Na mi az? Talán valami baja van? Nekem? Igen, súlyos reumám és porckorong sérvem van. És ez miben nyilvánul meg? Hát a karomat alig bírom emelni, és hajolni sem tudok, és emelni meg egyáltalán. Hát ez nehéz eset. Azt hiszem alkalmatlan. De várjon egy pillanatig, amíg a következőt elintézzük. Eltársné, kérem? Igen. Legyen olyan kedves, az alkalmatlansági nyomtatványokat szedje le a szekrény tetejéről. Segítsen már, lejövünk. Igen. Réval, jöjjön ide! Maga egy szerencsés fickó. Látom, már meggyógyult a reumád. Tehát jogosítványa is van. Igen. A gépkocsizó lövészekhez kerül.
Most már 8. Ha már be kell vonulnom, akár a űrhajósokhoz is elmegyek. Még az is lehet. Maga szimuláns. Csak éppen csizmaszárból lőjük ki majd az űrbe. A sorkatonák személyi igazolványát és útlevelét bevonták, és katonai igazolvánnyal helyettesítették. Alakulatukat, elhelyezési körletüket csak külön engedéllyel rövid időre hagyhatták el, ez volt a kimenő. Szolgálatuk idejére a néphadsereg gondoskodott számukra szállásról, ruházatról, élelemről, valamint szerény havi illetményről, azaz zsoldról. Civil ruhát nem hordhattak, hajviseletüket és arcszőrzetüket meghatározták. Kötelező volt a rövid haj, szakállat nem viselhettek, legfeljebb olyan bajuszt, ami nem lógott túl a szájvonalán. Tűz! Ez a szívávat! Húzza balsát! Második raj! Yes! Jobbra! Egy! Mit csinál? A bevonulást követően az első hónap volt az alapkiképzés, ahol megtanították a katonákat menetelni, lőni, leküzdeni az akadálypályákat, elvágólag hajtogatni a ruhájukat, sőt, egyszerre énekelni is. A kiképzés befejeztével került sor az ünnepélyes katonai eskütételre. Andikám, mit tudsz ennek az ünnepélyes alkalomnak a lebonyolításáról? A katonai eskü az egy ünnepélyes alkalom, vagyis egy életre szóló fogadalom. Egység! Vigyázz! Én, Molnár László honvéd, magyar népfia, esküszöm! Magyar népköztársaságnak, néphadseregünknek, hűséges katonája leszel! Magyar népköztársaságnak, hűséges katonája leszel! A népköztársaság alkotmányához híven, becsülettel teljesítem kötelességemet! Mik azok a fegyvernemek? Például a gyalogság. Évszázadokon át a hadsereg fő fegyverneme volt. Úgy nevezték a háború királynője. Az idők során hasonlóan a többi fegyvernemhez óriási fejlődött. Ma az úgynevezett gyalogság már alig jár gyalog. A neve is más. Gépesített lövész. Miért lövész? Azért, mert a fő harc tevékenységük az, hogy lőnek. Nem csak géppisztollyal, hanem másfajta kézilő fegyverekkel is. Például géppuskával. Páncélozott harcjárművön utazik a lövészkatona, amelyből sokszor harc közben sem száll ki. Géppisztolyával a páncél nyílásain tüzel az ellenségre. A járműtornyában pedig ott a géppuska és az ágyú. Ügyes kis jármű, a legnehezebb terepen is keresztül szárul. Sőt, a folyó sem állja útját, mert két éltű. A gépesített lövésznek sok mindenhez kell értenie, némelyeknek még az ejtőernyőzéshez is. A mai gyalogságnak ugyanis vannak különleges alakulatai. Olyanok, amelyeket repülőgépen vagy helikopteren szállítanak a bevetés helyére. Rendszerint az ellenség háta mögé ugranak, ejtőernyővel, vagy mélyen földközelbe ereszkedett, vagy földre szállt helikopterből.
Ők a légideszant alakulatok. Sorkatonáknak szigorú belső hierarchiájuk volt, aszerint, hogy ki mennyi ideje volt a seregben. A nemrég bevonultak voltak a kopaszok, a középidősök a gumik, a leszereléshez közel állók pedig az öreg katonák. Az öregek a legnépszerűtlenebb munkákat, a krumplipucolást, a konyhaszolgálatot, azaz a csellózást, a WC és a folyosó felmosását, vagyis a fókázást a kopaszokra lőcsölték. Az újoncok hamar megtanulták, hogy a legfontosabb, hogy mindig legyen a kezükben valami. Seprű, vödör vagy gerebje, minthogyha épp valami feladatot kaptak volna. Fiúk, a vonatszámon! Novemberben indult az állomásról valahova egy vonat. Messze vitte messze, egyre távol a fiatal srácokat. Úgy vártuk, mi lesz, míg egyszer végleg megálltunk. Novemberben indult az állomásról valahova egy vonat. Ide hozott minket a laktanyába, hol a rövid hajdi van. Más lett a ruhánk, két pisztoly lett a gitárunk. Reggel torna, nappal kiképzés. Este móka, aztán lebegvés. És két évig a műsor, mindig ez lesz, megszokni nem oly nehéz. Kimegyünk a bálba, szombat este, nekünk játszik sok zenész. És remek dolog, a sokány mind csak mi ránk ér. Hosszú múltra visszatekintő fegyvernem a tüzéreké is. Őket nevezték régen a háború istenének. Fegyverük a löveg, amelyből a tüzér haditechnika szakemberei igen sokfélét építettek. Mindegyik pontosan meghatározott feladatot lát el a harcban. A legnagyobb és legnépesebb fegyvercsalád a lövegeké. Úgy ismerjük őket, az egycsövűek. A 122-es ágyutarack lövedékének űrmérete 122 mm, amit közel 20 km távolságra képes elrögíteni. A lövegcső emelkedő szöge egyben a lőtávolság növekedését is jelenti. A tüzéreknél fontos szerepe van az irányzásnak. Ezt a műveletet különleges távcsöveivel a tüzérek előre küldött szeme, a parancsnoki figyelő végzi. Vagyis meghatározza a cél távolságát és irányát. A pontosan kiszámított adatokat rádión vagy távbeszélőn küldi a tüzelőállásnak. Ezek alapján állítják a lövegek irányzékát. Azután hangzik el a tűzparancs.
Kísérek legfiatalabb lövegei már önjáróak, vagyis nem igényelnek különbontató járművet. Mindenfajta terepen, sárban, vizen és homokban is eljutnak tüzelőállásaikba, ahol kilövik lövedékeiket, és már is helyet változtatnak. Előnyük mozgékonyságukban és gyorsaságukban rejlik. Vannak olyan tüzéreszközök is, amelyek nem a hagyományos dörrenés kíséretében tüzelnek. Hosszú fénycsíkok és sivító hang jelzi működésüket. Ezek a sorozatvetők. A 4x10-es állványsorból 40 lövedék indítható 1 perc alatt. Miben különbözik az ágyulövedéktől? Az ágyulövedéket a csőből a felrobbanó lőpornyomása veti ki. A rakétalövedék magával viszi hajtóanyagát. Elektromos úton beindítják, és az égéskor keletkezett gázok nagy sebességgel lövelnek ki hátrafelé, és ettől a rakéta megindul előre. A rakéták egyre szaporodnak a tűzfegyverek között. Egyik legfiatalabb családjuk a páncéltörő rakétáké. Legtöbbjük a kilövés után a levegőben is irányítható. A tüzérek fegyverei a különféle harcászati rakéták is. Több száz kilométerre lehet lőni velük. A korszerű hadviselés egyik igen hatásos fegyverneme a rakétatüzérség. Itt most a kis hatósugarú úgynevezett föld-föld harcászati rakéták kezelését gyakorolják néphadseregünk katonái. A kijelölt kilövőállás elfoglalása után megkezdődik a felkészülés, a távoli célra történő irányzás. Pontos bemérést rádiólokátorral ellenőrzik. Ezeket a rakétákat szükség szerint különböző töltetű robbanó fejjel lehet kilőni. A Varsói Szerződés tagállamai, köztük hazánk néphadserege is korszerű harci technikával készül fel a hazavédelmére. Mi korszerű harckocsiaink a T-34-eseknek az utódai. Lövegeik csövét precíz műszerek függetlenítik a harckocsi rázkódásaitól. Ha egyszer a célra irányozták, onnan magától el nem mozdul. A harckocsit a megkapott feladatok szerint a parancsnok irányítja. A vezető a jármű mozgásáért felel, a töltőkezelő tölti és üríti a harckocsi ágyút. Az irányzó céloz és lő. A harckocsi személyzete sisakba épített rádión beszél egymással és egységű parancsnokával. A harckocsi kötelékben vívja a harcot, együttműködve a lövészekkel és a repülőkkel. A lövészek olykor még meg is lovagolják a harckocsikat. A harckocsi bár úszni nem tud, mégsem torpan meg a folyóparton. Nyílásait eltömítik, levegőcsövet helyeznek a tornyára, és így átgázol a folyómedren a saját lánctalpaint.
Csapataink valahol támadásra készülnek. A parancsnok a figyelőpontján késlekedik az indulási parancs kiadásával. Mi nyugtalanítja, hogy az a mező ott előttünk valóban olyan közönséges mezőe, mint amilyennek látszik? Az előre küldött műszakiak igazolják a feltevést. A mezőn az ellenség aknazárat telepített. A műszakiak centiméterről centiméterre végigkutatják a földet. Meglelik, kiássák, hatástalanítják a veszélyes aknákat. Az úszni nem tudó harcjárművek átszállításáról a műszakiak gondoskodnak. Különböző típusú kompokkal a legnehezebb harckocsit is könnyedén átviszik a túlsó partra. Van olyan speciális jármű is, amely vízre ereszkedve szétnyílik és tüstént kompként működik. Az állandó áthaladás biztosítására előbb-utóbb hidat kell építeni. A szalaghíd építése káprázatos látvány. Alig hihető, hogy 30-40 perc alatt a legszélesebb folyón is elkészül a híd. Katonák gyakran, havonta 13-15 esetben, azaz másnaponként adnak őrszolgálatot. Az őrszolgálat időtartama alatt nagy a szervezet fizikai igénybevétele, ugyanakkor a pihenés, felfrissülés feltételei nincsenek ezzel arányban. Nem ritka, hogy a felállítási helyek őrszobától mért távolsága 2,5 kilométer, amit általában gyalog tesznek meg a váltások. Ez a nagyfokú fáradtság mellett egyeseknél egészségügyi panaszokat, lábfájást, bokasüllyedést is okoz. A pihenő idő, az őrszobák sivár, lehangoló környezetében, az őrszobai kemény ágyakon nem nyújt felfrissülést. Az őrszolgálatot teljesítő katonák a 2 év katonai szolgálatból közel 1 évet felöltözve töltenek az őrszobán, illetve az őrhelyen. 8 órás folyamatos alvásra csak 48 óránként egyszer van lehetőségük. Hogyan érintkeznek egymással a parancsnokok a különböző fegyvernemek katonái? A korszerű híradó távközlő eszközök útján. A híradás a hadsereg idegrendszere. Híradók nélkül a hadsereg béna óriás volna. A hadsereg alakulatait a parancsnokok irányítják. Hogyan jut el szavuk a címzettekhez? Leginkább rádión.
A korszerű adóvevőkön egyszerre több beszélgetést lehet folytatni. Ott állítják fel antennáikat, ahol éppen szükséges. Ám a legkorszerűbb rádiónak is van egy igen nagy hibája. Adását az is hallja, akinek nem kellene. Az ellenség is. Hogyan lehet ezt kivédeni? Úgy például, hogy a parancsnokok rejtjelezve beszélnek egymással. Vannak más gondok is a rádióadással. Az ellenség rádiófelderítői érzékeny készülékeikkel szüntelenül hallgatóznak. Ha hírváltást találnak, pontosan bemérik, és ugyanazon a hullámhosszon zavaró adást sugároznak. Ez teljesen elnyomja, érthetetlenné teszi a vételt. A hírváltás zavarása megbénítja a hadsereget is. Ennek elkerülésére van megoldás. A vezetékes telefon. Nem egyszerű játék. Drótot kell fektetni a két állomás közé, és ezek sokszor több kilométerre vannak egymástól. A vezetéképítő gépkocsival gyorsan és nagy távolságra lehet vonalat építeni. Ezen a napon a gépi távbeszélő vonalépítés feladatát kapta Lázár Gáspár törzsőrmester, kétszeres élenjáró híradó alegysége. A nagy távolságú vezetékes híradás létesítése, folyamatos és megbízható üzemeltetése különösen összetett munka. A nyomvonalon sok a műtárgy és a természeti akadály. Az NDK gyártmányú nagy teljesítményű vezetéképítő gépkocsi, néphadseregünk korszerű híradó eszközeinek egyike, jelentősen könnyíti katonáink munkáját, gyorsítja az összeköttetés létesítésének lehetőségét, növeli a vezetés biztonságát. A vezetéképítő gép kiegészítő tartozéka a hagyományos kézi építő taliga is, amellyel a gépkocsival nem járható helyeken viszik át a vezetéket az építők. Az ország biztonsága felett őrködő honi légvédelem elsődleges fegyverneme a vadászrepülőké. Ők az ország légterének őrei. Ők veszik fel a harcot a légvédelmi rakétásokkal együttműködve minden behatoló ellenséges repülővel. A mi vadászrepülőink a sugárhajtású szovjet gyártmányú MiG család szuperszónikus gépein repülnek. A MiG-ek a világ legjobb vadászgépei közé tartoznak. Legkorszerűbb típusaik gyorsasága a háromszoros hangsebességet, az óránkénti 3600 kilométert is meghaladja. Azaz 10 perc alatt átrepülik egész Magyarországon. Egy ilyen szuperszónikus géppel repülni nem gyerekjáték. Gondoljuk csak el, egy-egy fordulónál a pilóta súlya 5-6, sőt néha még ennél is többszörösére növekedhet. Ilyen terhelést kevés ember bír ki. A vadászpilótának viszont nem csak a terhelést kell elviselnie, hanem közben vezetnie is kell. Figyelni a gép helyzetét jelző több tucat műszer állását és a kapott utasításokat végrehajtani. Vadászrepülőink békében is harci szolgálatot látnak el. Védelmezik az ország légterét. Éjjel és nappal, esőben és kánikulában, ködben és hóviharban készültségi szolgálatot adnak gépeik közelében, vagy ha kell, gépükben ülve. A vadászpilótákat sok száz jelentkező közül igen alapos orvosi és képességvizsgálattal válogatják ki. A Kecskeméti Repülőorvosi Intézet forgószékében kezdődik az időszakos orvosi ellenőrzés. Ez az erős forgás még az edzett pilóták szemére is így hat. A látószervek vizsgálata különleges optikai eszközökkel történik. Változó fényhatások mellett egy kormánykerékkel kell követni az ugráló célpont irányát, és közben észlelni a legkisebb hangokat is. Ezután felöltik az úgynevezett hajózóruhát, amely egyenletes nyomást gyakorol a testre, majd felkerül a hermetikusan záródó sisak, amely az űrhajósokéhoz hasonló. A hang sebességével repülő vadászpilótáknál így vizsgálják, mennyire képesek a szervezetre nehezedő túlnyomást elviselni. A vizsgálat a repülések magassági hatását keltő acélfalú varókamrában fejeződik be. Itt orvosok és orvosi eszközök vizsgálják és regisztrálják a szív, tüdő, az idegrendszer és az érzékszervek működését. Akik sikeresen jutnak át a komplex orvosi vizsgálaton, azokat újra várják néphadseregünk légierejének korszerű harci gépei.
A nagy magasságban repülő szuperszónikus gépek pilótái szkafandert viselnek. Mi a szkafander? A vadászpilóta úgynevezett magassági ruhája a hozzátartozó sisakkal. Ezzel több tízezer méter magasban is biztonsággal repülhetnek. Szakember segíti a vadászpilótát a repülésben, a vadász irányító. Mondhatnánk, ő pótolja a pilóta szemét. Például a sűrűköd van, vagy éjszaka, amikor a földi fények egybemosódnak az égbolt csillagaival. Minden alegység a légtér egy-egy meghatározott részét figyeli. Feszültebbé válik a figyelmük, ha ismeretlen célú repülő közelettét érzékelik. Ha egy meghatározott távolságnál közelebb jön a határainkhoz, akkor a lokátorosok azonnal riasztják a légtér őreit, a vadászrepülőket és a légvédelmi rakétásokat. Megkísérlik megadásra, leszállásra késztetni. Ha erre nem hajlandó, jön a keményebb eszköz. Bizony bárki nem lehet, pilótának akárki nem mehet. Csókot ad néki minden napsugár, és a csillagokkal randevúra jár. Miért lennél bánatos vagy búskomor, hisz szomorkodni úgy sem érdemes, mert annyi biztos, és erre esküszöm, hogy a fellegek közszállni nagyon érdekes. Nem is könnyű az élet, tudom én. Feladatai teljesítéséhez a katonának nem csak fegyverre van szüksége, hanem ennivalóra is, meg tetőre a feje fölé, lakásra, laktanyára, klubhelységre, sportpályára, orvosra, esetleg gyógyszerekre, a fegyverekhez lőszerre, a harcjárművekbe üzemanyagra. Mit teszik a katona? Az étlapot úgy állítják össze, hogy mennyiségben, minőségben is megkapja mindazt, ami a jó egészséghez, munkához szükséges. A bevonuló katonák részére napi 3900-4100 kalóriaértékű élelmiszert biztosítanak, amely maximálisan kielégíti a fejlődő szervezet táplálkozás élettani igényeit. Több helyen már is működnek a hadsereg önkiszolgáló éttermei. Két éven belül az egész néphadseregben áttérnek az önkiszolgáló éttermi rendszerre. Sikerült megoldani a menet közbeni főzést is. Olyan gulyáságyukat kísérleteztek ki, amelyeket gázolajtüzeléssel fűtenek. Ezekbe félkész ételeket táplálva 35-40 perc alatt kész az étel. Közös társadalmi érdek az energia és anyagtakarékosság. A túlságosan szennyezett ruha nem csak egészségtelen, hanem hamarabb megy tönkre. Tisztítása fokozott energiafelhasználást igényel. A takarodó előtti tisztálkodási időben a ruházat karbantartására is fordítsunk gondot. A bakancsok rendszeres hidrostoppal való kezelése megóvja a keményedéstől és kiszáradástól a lábbelit, és növeli hordhatóságának idejét. Időben való fehérneműváltás és ruhacsere kellemesebbé teszi az angyalbőr viselését, és egészségesebb is. Az egészség óvása is takarékosság. A kimenő ruha sem két fillérbe kerül. A kiváló katona nem gondolt arra, amikor jelvényével átszúrta az anyagot, hogy más számára hordhatatlanná tette a ruhát. Elterjedt az is, hogy a tisztesek, megspórolva a néhány perces varrást, technokollal ragasztják fel csillagjaikat. A ruhát sem kimosni, sem másnak odaadni ezután nem lehet. Fő feladatunknak tekintjük napjainkban a hadsereg minőségi ellátását. Úgy gondoskodunk katonáinkról, hogy semmiben ne legyen hiányuk, és jól érezzék magukat nálunk.
Megoldottuk azt a nagy-nagy gondot is, hogy kis katonáink olyan gyakran válthassanak fehérneműt, mint otthon, tehát akár minden nap. A katonák szűkebb környezete, amelyben élnek, dolgoznak, tanulnak és pihennek, épületek csoportjából áll. Ezen belül minden épület zárt egység, melynek külső képét sok tényező befolyásolja. Ügyeskező, jó ízlésű katonák sokat tehetnek azért, hogy a telephelyek és körletek, ahol szolgálati idejük javát eltöltik, valóban kulturáltak és mértéktartóan hangulatosak legyenek. Kiábrándító látvány a kert, melyet benőtt a gaz, felvert a dudva. És még sivárabb a kép, ha a gaz között egy rég ott felejtett kavicsplasztika is égtelenkedik. Még rosszabb a simára vakolt falakra festett téglautánzat, amely már majdnem olyan, mint a valódi. Ám ugyanebben a helyiségben néhány népművészeti tárgy és falidísz mutatja, hogy ezeknek derűs színei és változatos formái kellemesen oldják a típusbútorok egyhangúságát, felidézik a családi otthon hangulatát, emlékképeit. A laktanya meghatározott célokat szolgáló létesítmény, a katonai kiképzés színtere. Míg a állótermekben is, ahol szigorú szabályzatok írják elő a rendet, arra kell törekedni, hogy a nagyméretű termeket, zsúfolt szobákat, ahol a lehetőségek adottak, kisméretű hálótermekkel, lehetőleg egyszintes ágyakkal és beépített szekrényekkel váltsák fel. Stílusos példáját látjuk a mértéktartó díszítésnek ebben a teremben. Itt a díszítők témájukat katonai múltunkból merítették. A katonai célokat szolgáló épületek belső berendezésénél, a parkokban és a telephelyeken mindenhol tapasztalható a szépre törekvés. Látható, hogy egy kis figyelmességgel, néhány jó ötlettel nem csak célszerűvé, hanem formájában is széppé, kellemessé tehetjük azt a környezetet, amely sok hónapon keresztül otthona katonáinknak. ...1967-ben a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián a Szovjet Vezérkari Akadémia hazai megfelelőjeként hadműveleti tanfolyam kezdte meg működését. Megszűnt az egyesített tiszti iskola, és helyette a Kossuth Lajos Katonai Főiskola és a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola képezte a tiszteket. A Kilián György repülőtiszti iskola repülő műszaki főiskolává alakult. A tiszthelyettes képzés külön oktatási rendszerben, iskolákon valósult meg. Miért éppen katonai főiskolára jelentkeztek? Válaszolhatnék azzal a jól bevált frázissal, hogy a bennem tomboló hivatástudat hatására léptem erre a pályára. Persze ez nem igaz, hiszen a hivatástudat csak később alakul ki az emberben. Talán a katonai élet romantikája és a remélt jó kereseti lehetőség miatt jöttem ide a főiskolára. Érettségi után a Műszaki Egyetemre jelentkeztem, nem nyertem felvételt, sorkatonának hívtak be, Zalaegerszegen szolgáltam, elég nehéz volt a katonai élet, ezért jelentkeztem az Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolára, azt hittem, így megúszom a katonaságot. Így lettem katonatiszt. A fegyelem az a szerszámos ládánál kezdődik. A szerszámos ládában mindig rendnek kell lenni. Régebben úgy szoktatták rá, hogyha nem volt rend a szerszámos ládában, akkor fogdába zárták az illetőt. Miért fontos a szerszámos láda? A szerszámos láda azért fontos, mert a repülőgépeken munkát végzünk ugye a szerszámokkal. Ezek véletlenül bent felejtünk a szerelő nyilásba. A szerszám becsúszik a mozgatószervek közé, hajtóműve, stb. És ez olyan baleset. Ez ellen mit tesznek? Hát először is a szerszámnak van egy ilyen anyagjegyzéke, és a szerszámnak helyei vannak a szerszámos dobozba. És hogyha a szerszámnak már a helye szabadon marad, akkor repülőgépet nem engedik el repülésre, hanem széttolják az egészet és megkeresik benne. Addig egy repülőgép nem repülhet, még a szerszám benne van. Reggeli munkakezdésre követtük a laktanya egyik ráccsal elzárt híradó munkahelyére Kunfalvi Edit főtörzsőrmestert, szakaszparancsnokot. Elvégeztem a tiszthelyettesi iskolát, és kiképző szakaszparancsnok lettem, híradó tiszthelyettes. Hát ez eléggé
nehéz feladat egy nő számára fokozott fizikai és szellemi megterhelést jelent. Sokszor még sírtam is a feladatok végrehajtása előtt, egy nehezebb feladat előtt, de aztán a parancsnokaim, fiú kollégáim meg a katonák segítettek a feladatok megoldásában. Jelenleg központ és géptáviró szakaszparancsnok vagyok. Büszke vagyok az eredményeinkre. A kis kollektívám a szocialista versenymozgalomban kétszeres kiváló szakaszcímet ért el. Amikor ide kerültünk a laktanyában, igen meglepődtünk és csodálkoztunk azon, hogy nő lesz a parancsnokunk. Eleinte idegenkedtünk is tőle, de a későbbiek folyamán azt hiszem mondhatjuk, azt megszerettük őt. Követelményeket támaszt, viszont segít abban, hogy ezeket teljesíteni is tudjuk. Sokat foglalkozik velünk, ha tud, akkor esetlegesen magánélet problémáiban is segít. A katonai pályán egy nő kevésbé tud sikereket elérni, de minket kárpótol az a tény, hogy a katonai hivatás mellett van nekem egy másik hivatásom is, az, hogy anya vagyok, és ez a legfontosabb hivatásom. Kunfalvi Edit főtörzsőrmester jelen pillanatban tiszti iskolát végez levelező tagozaton. A munkája, a lelkiismeretes tevékenysége, a tisztessége erkölcsileg már a tiszti kategória sorába emelte őt. Most, hogyha a vizsgát leteszi, nagyon nagy örömmel fogjuk őt köszönteni a tiszti kollektívában. Évek óta készültünk erre, és most elérkezett. Vége a tanulásnak. Itt az avatás, és ettől a pillanattól néphadseregünk tisztjei leszünk. A Kádár korszakban külön gond volt a katonatiszti hivatás alacsony presztízse. A második világháború utáni időszakban a tiszti tanfolyamok és iskolák képzésének színvonala jóval gyengébb volt a korábbinál. A tiszti hivatás társadalmi megbecsültségének csökkenését az is okozta, hogy a néphadsereg hivatásos katonájának mindenkor a rezsim hű támaszának kellett lennie. Viszi messze a fellegeket, felette lángol az ég. Nyújtsd ide, édes a két kezedet, ki tudja, látlak-e még? Ki tudja, ölele a két karom, ki tudja, csókol-e szád galambom, ki tudja, mely napon, mely hajnalon indul a század tovább. Viszi messze a fellegeket, felette lángol az ég. Nyújtsd ide, édes a két kezedet, ki tudja, látlak-e még? Ki tudja, ölele a két karom, ki tudja, csókol-e szád galambom, ki tudja, mely napon, mely hajnalon indul a szád.